kiszolgálási feltételének szigorítása is indokolható, és ezzel is lehet bizonyos pénzt megtakarítani és megtartani az OEP kasszájában. Főként azokkal szemben indokolt az ilyen intézkedés, aki hajlamosak ezzel visszaélni. A dolognak csupán egy szépséghibája lehet, hogy a hozzájutás nehezedésével minden betegnek számolnia kell, tehát azzal is, annak is, aki egyébként soha nem élt vissza semmivel. A TB által támogatott beteg utazás költségeit csökkenti a rendelkezés, azzal, hogy a helyi utazáshoz nem ad többet támogatást. Én azt hiszem, hogy ez is méltányolható, mondjuk Budapest esetén feltétlenül, de itt már szóba hozták kollégáim is, én is el kell mondjam, hogy azokban a kisvárosoknál, ahol egy háziorvosi körzet úgy áll össze, hogy a kisvárosban lakó emberek és a városhoz egyébként korábban nem tartozó csatolt községeknek a lakossága jön be, és az a gond, hogy ez a csatolt községből bejövő ember nem tud helyi járattal, hanem csak helyközi járattal bejönni, és ezeknek a támogatásának a megszüntetése ez nem lenne szerencsés. Én is remélem, hogy a tárca ezt a kérdést átgondolva esetleg egy módosítással ezt a problémát meg fogja oldani, vagy csökkenteni fogja. Hát csak így címszavakból, hogy mi mindent érint ez a törvénytervezet, a egészségbiztosítási törvénytervezet módosítása kapcsán. Érdekes volt számomra, hogy az egészségügyi szolgáltatók szolgáltatás megszűnését követő OEP általi záró ellenőrzésnek a kötelezőségét, ezt a korábbi módosítás előtti formájában a rendeletnek, ezt most a kötelezettségét esethetővé teszi, és természetesen, hogyha ez negatív eredménnyel történik ez a vizsgálat, akkor a szolgáltatónak komoly visszatérítési kötelezettsége támad. Nyilván ennek a szolgáltatók nem nagyon fognak örülni, de hát érzem itt is azt a szándékot, hogy valami belső forrást fel tudjunk fedezni és visszaforgatni a rendszerbe, ez szándék. Természetesen vannak nagyon üdvözlendő dolgok, olyan táppénzkifizető helyekkel nem rendelkező munkahelyek, hogy mi szerint jelentsék, illetve a táppénzjelenik kérelnek, mi szerint történjenek, hát ennek is nagyon jó, hogy egységesítik a rendszerét. És végülis a táppénznél a legnagyobb falat, úgymond a passzív táppénz megszüntetése. Kétségtelen, aki a munkáját elveszti, annak bizony megszűnik a táppénzhez való jogát, ez ugye elég félelmet keltő lesz a lakosságban, bár láttuk, hogy ezt fokozatosan visszavágták és visszafejlesztették, és csak abba tudunk bízni, és remélem, hogy így is lesz, hogy ezt a rendelkezés kapcsán azoknál a betegeknél, akik munkanélkülé válnak, a munkanélküli segélyezés attól a perctől kezdve be fog lépni a rendszerbe, tehát valójában ezek az emberek azért nem lesznek teljesen elveszett emberek, mert jó tudjuk, valóban elsősorban szociális oka volt, azaz a munkanélkülévé vált ember valahogy tudja biztosítani a megélhetését, ezért ment táppénzbe. Egyébként érdekes dolog volt, hogy azok a hatóságok, akik a munkanélküliség kérdését kezelték, nem a munkáltató, éppen ez a hatóság javasolt az illetőnek, amikor még lehetett, hogy menjen el táppénzbe, és addig sem kellett nekik foglalkozni az üggyel. Most ezek a hatóságok valószínűleg tartom, hogy a biztosítási jogviszony megszüntét követő percben már, vagy napon már be fognak lépni a táppénz helyére. Az egészségügyről szóló törvénynek a módosításaiban megmondom őszintén, számomra, én nekem is a leginkább tetsző rész és feltétlen támogatandó és a pozitív dolgok között fel kell sorolni, a népegészségüggyel foglalkozó résznek az úgymond megerősítése, és borzasztó fontos az, hogy végre a népegészségüggyel kapcsolatos, egészségneveléssel kapcsolatos kérdések keretében gyakorlatilag a köz- és felsőoktatás területére is beviszik, illetve a szakképzési rendszerbe is beviszik ennek az oktatását, ezeket az információkat, és nagyon fontos, hogy a köztájékoztatásban is be fognak ezek az információk
kerülni, ami a prevenciónak, a megelőzésnek egy nagyon-nagyon fontos része, és ez a fontos rész eddig kellően nem volt kihangsúlyozva, el is volt hanyagolva, és időnként csodálkozott az ember, hogy a médiák miért csak arról szólnak, ami úgymond, amitől persze el lehetett adni az újságot, és miért nem folynak a média különböző formáiból, a csapból is valóban azok az információk, amivel az emberek egészségmegőrzését jobban elő lehet segíteni. Van egy érdekes rész ebbe a törvénymódosításba, nevezetesen a különböző ártó rovarok, egyéb ízeltlábúak és rágcsálók írtására vonatkozó részt, és ide behozták a madarak kérdését is, és a jogszabály a madaraknál természetesen nem írtásról beszél, hanem távoltartásról beszél. Na most konkretizálva a problémát, a legtöbb városban rettentő sok problémát okoz az a hatalmas galambszaporulat, amivel gyakorlatilag, hát úgy mondjam, ezzel a módosítással nem tudom, hogy hogyan fogják kezelni, mert a madarak távoltartása a hessinnel módszerrel körülbelül ennyi, ha ezt értik alatt, ez elég kevés. Azt hiszem, hogy a jogszabályba természetesen nem a rágcsáló és egyéb írtáshoz képest, de azt hiszem gondolkodni kellene, hogy a madár távoltartás mellett még elsősorban olyan beavatkozásokkal kellene gondolkodni, ami a madarak, illetve a galambok szaporodását csökkenti, esetleg a befogásával is lehetne elérni olyan eredményeket, hogy az a galamb ürülék, halom, ami gyakorlatilag a mai városokat ellepi, ez némileg csökkenjen. Most nem is beszélve ennek az egészségkárosító egyéb hatásairól. Sajnos államtitkárul is elmondta az előterjesztésében, hogy ebbe a jogszabályba, vagy a saláta tervezetbe, hát nem igazán találtunk olyan fontos dolgokra a módosító javaslatokat, mint a finanszírozás kérdése, az ellátási struktúra kérdése és a humán erő oldal kérdése, legalábbis a megbecsülésüket illetően. Kétségtelenül is csak üdvözölni tudom azt a képtelen helyzetnek a feloldását, amivel elsősorban a doktornők örülhetnek, hiszen a névhasználati jog az olyan érdekesen alakult, hogy ugye mindenki megszokta, hogy mikor megkapta a diplomáját, valóban a lánykori nevén kapta meg a diplomáját, dolgoztak is évtizedeket, akár 30-40 évet, egyszer csak arra ébredtek, hogy kaptak egy értesítést a működési nyilvántartási szervtől, hogy új pecsétet kell kapniuk, amiben nem Nagy Edina, Kis Luizi, vagy nem tudom, milyen néven szerezte a diplomát, hanem Kovács Gusztáv Béláné szerepelt, és ettől a perctől kezdve hát komoly aggodalmaik voltak. Természetesen a kollégák jelezték a szakmai érdekképviseleteknek, az érdekképviseletek viszont jelezték az államtitkárságnak, és én csak köszönni tudom, hogy az államtitkárság végre ezekre a kérdésekre igenis odafigyelt, és ezek voltak azok az úgynevezett hangulatjavító kérdések, amiben pénzben nem kerül ugyan, de valóban lehet az ellátóknak a hangulatát javítani, és ezért mindenféleképpen ez egy üdvözlendő lépés. Természetesen az egészségügyi törvénnyel kapcsolatosan például bizonyos felhatalmazásokat kapott a kormányzat, ami nagyon lényeges, mert sok olyan kérdés nem volt szabályozva, vagy az országos egészségbiztosítás belső szabályai szerint jártak el, és az állampolgári jogok biztosa jelezte korábban, hogy ezeket a szabályzásokat nem lehet elfogadni, ezt mindenféleképpen valamiféle rendeleti szabályzásnak kell lenni, ezért jó, hogy az ágazati miniszter is különböző szolgáltatások szabályzására lehetőséget kapott. Egyetlen egy dolognak, megmondom őszintén, nem tudtunk örülni, amikor az egészségügyi szolgáltatás megkezdésére és gyakorlására, a gyakorlás képesítési feltételeire, az EU szolgáltatás gyakorlásához szükséges képzés tartamának meghatározására, az EU szolgáltatók szakmai felügyeletére vonatkozó részletes szakmai szabályokat, és az EU szolgáltatás folytatásához szükséges úgynevezett tárgyi feltételeket, ezt miniszteri rendelet szintjére hozták le, és miért van ebben bajunk? Azért, mert úgy érezzük,
hogy a miniszteri szintre való levitele ezeknek a döntéseknek hát bizony megkönnyíteni az ellátás minőségének korlátlan csökkentését. Persze én megértem, hogy egyre kevesebb lesz az ellátó személyzet, nagy lesz a munkaerőhiány, és akkor egy olyan minimum feltétel rendelet, ami előírja, hogy egy sebészeti osztály akkor működtethető, ha X személyzet, és meg is nevezi a személyzet számot, ez nem állítható ki, akkor bizony ezzel az osztállyal az engedélyező hatóságnak baja van. Hát, hogyha ezek a miniszteri hatáskörbe utalt, ágazati miniszteri hatáskörbe utalt, utalásnak az az értelme, akkor tényleg félő lesz, hogy ezen túl ad abszurdum egy sebészeti osztály, egy darab sebészorvossal is működhet, vagy mit tudom én, tehát ezért aggódnunk emiatt. Az egészségügy tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló törvény valójában ezt a módosítást várta a szakma leginkább, főleg az ügyeleti munkarendben dolgozók, nem csak orvosok, hanem szakdolgozók is, mivel ennek a törvénynek az értelmezése kapcsán folyt a legtöbb vita a munkáltató és a munkavállalók között. Az értelmezési nehézségnek talán az is oka volt, hogy e törvény alkalmazása során bizonyos kérdésekben egyszerre kellett figyelemmel lenni a munkatörvénykönyvre, valamint az Unió Luxemburgi Bíróságának bizonyos eseti döntéseire is, amellett ugye, hogy a 2003. évi 84-es törvény volt az egészségügy számára az úgynevezett alaptörvény. Az értelmezési különbségeknek pedig leginkább az volt az oka, hogy anyagi vonzatú kérdésekben a munkáltatók, és tisztelet a kivételnek, ellenérdekeltek voltak abban, hogy helyesen, azaz komplexitásában értelmezzék ezt a törvényt. Ennek az ellenérdekeltségnek volt köszönhető, hogy az általuk elkészített ügyeleti beosztásba szereplő munkaórák minősítése eltért a törvényi előírásoktól, azzal, hogy a ténylegesen teljesítettnél kevesebb önkéntes óra került kimutatásra. Mi volt ennek az oka? Hát nyilván az önkéntes óráknak magasabb ügyeleti díja is, hogyha abból kevesebbet mutatok, akkor lehetett úgymond az ügyeleti díj mértéket csökkenteni. Tehát egyfelül ügyeleti díjukban károsodtak az ügyelők, másrészt pedig az önkéntes óráknak ott is jelentősége lett 2004. május 1-e óta, hogy ezek szolgálatidőképzőként beleszámítanak a szolgálati időbe, és ha nem mutatja ki a munkáltató az önkéntes órákat precízen, akkor értelemszerűen a nyugdíja is majd később a kollégáknak a szolgálati idő csökkentés vagy nem megfelelő mértékű megállapítása miatt a nyugdíja is csökken. A jelen ellen érdekeltség a fentiek mellett alapbércsökkentést is szült, mivel a munkáltató az ügyeletet közvetlenül követő munkanap rovására kiadott napi pihenőidőt munkaidő tartozásként tartotta nyilván, és annak ellenére, hogy már a korábban is, és most is, amire hivatkozik a módosítás, hatályban levő munkatörvénykönyv 150. paragrafus 2-es bekezdése, amely előírja, hogy ilyen esetben a személyi alapbér egy-egy órára esély összegét kell kifizetnie, tehát ő igenis ezt a pihenőidőt munkajogilag már korábban is értelmezte, ezért céloztam, hogy itt komplexitásában kell ezt a kérdést vizsgálni, tehát az MT-nek részére is oda kellett volna figyelni. A munkáltató mit csinált? Vagy ledolgoztatta, amit ő munkaidő hiánynak tartott, tehát az az ügyelő, aki egy héten 72 órát dolgozott már az ügyelettel együtt, annak azt mondta, hogy azért, mert megkaptad azt a napi pihenőidőt, neked 80 órát kell dolgozni, és akkor vagyunk egyensúlyba, hát ez egy hatalmas nagy tévedés volt, borzasztó nagy megterhelés jelentett, vagy nemes egyszerűséggel, majd akkor folytatom, elnök úr, köszönöm szépen. Igen, képviselő úr, még 44 perc rendelkezésre, majd a Jobbik képviselőcsoport számára. Köszönöm szépen. És most megadom a szót Szilágyi Lászlónak, az LMP vezérszónokának. Képviselő úr. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt államtitkár úr. Nagyon örülök én is, hogy ön is befutott, hiszen itt szakmai vitára készültünk, és ez önnélkül biztosan nem működne jól. Ugye itt egy saláta törvény van előttünk, és jellegéből adódóan
Itt annyi mindenről szó kell, hogy essen, itt a galambüléléktől kezdve a doktornők nevén át a lényegi kérdésekig. Nagyon sok mondani való feltolul az emberben ezzel kapcsolatban, de nyilván egy ilyen vezérszónokiban nem lehet a részletekbe belemenni, nincs is annyi idő. Nyilván itt a legkomolyabb egészségpolitikai kérdéseket kell érinteni. Azt írja a Fidesz választási programja az egészségügyről, hogy a jelenlegi finanszírozás mára elégtelenné vált, nem csak az Európai Uniós országok átlagához, hanem a közép-európai országokhoz képest is kevesebbet költünk egészségügyre. Ma GDP arányosan 1%-kal közel 300 milliárd forinttal kevesebb jut nálunk egészségügyre, mint a szomszédainknál. Cél, hogy a következő kormányzati ciklus során ez az arány javuljon. Ez az arány eddig nem javult, sőt, romlott. Az idei költségvetésben az egészségügy részesedése tovább csökkent, és most hát a Orbán csomag megszorításai miatt itt tovább zsugorodik az egészségügyi kiadás, és ami hát alapvetően nem elfogadható, hogy ez a költségracionalizálás, ez a fajta kiadáscsökkentés, ez nem az egészségügyet fogja fejleszteni. Ebben nem lehet belenyugodni. A Fidesz pontosan tudta korábban, hogy az emberi tőkébe, az oktatásba és az egészségügybe való befektetés megtérül, méghozzá busásan megtérül. Én nem mondom, hogy ezt elfelejtették, mert én ki tudom olvasni ezt a kormányzati dokumentumokból, de nem ennek szellemében cselekszenek. Ezt írták a kormányprogramban, az elmúlt években a kormányzati reform szlogenje csak azt a célt szolgálta, hogy a forráskivonás kiváltotta problémákat kommunikációs eszközökkel kezeljék. Kérdés az, hogy mennyivel vagyunk most előrébb, tehát hogy mennyivel vagyunk túl a kommunikációs eszközökön. Az egészségügyi dolgozók többségének a reáljövedelme csökkent. Idő kérdése, hogy mikor csatlakoznak a szektorban dolgozók a rendvédelmiekhez, a pedagógusokhoz, a vegyészekhez, a vasutasokhoz, és mikor állnak be ebbe a tiltakozó mozgalomba. És hát nem elég sokszor felemlegetni azt, hogy a rezidensek már csomagolnak. Tehát el fognak menni, tömegével el fognak menni, hogyha valami nem történik az egészségügy finanszírozásában. A kormányprogram így folytatja, hogy a betegek terheinek növekedése, hosszú várólisták kialakulása, az orvosok és szakdolgozók elvándorlása, valamint a teljes infrastruktúra lepusztulása tapasztalható az egészségügyben, és ennek a folyamatnak a megállítását ígérték, de ez a folyamat tovább gyorsulni látszik, és egyre inkább mélyül az a humán erőforrás katasztrófa, ami az előző években alakult ki. Az a kérdés, hogy miért nem egészségügyi célokra fordítják a gyógyszergyártók megemelt befizetési kötelezettségéből adódó pluszbevételeket. Ugye itt leginkább a jómódúak adócsökkentésének finanszírozására megy ez a rengeteg pénz, illetve az adósságszolgálat teljesítésére, de az egészségügy ebből az égvilágon semmit nem profitál. Ez lenne az a, én azt mondom, drámai kontextus, amiben ezt az egész saláta törvényt meg kell ítélni. Kétségtelen, hogy rengeteg pozitív eleme van ennek a csomagnak. Az első, amit kiemelnék, az a népegészségügyi erőfeszítés. Legalábbis definíciós és fogalmi szinten. Számunkra, az LMP számára a népegészségügy kiemelt fontosságú. Én valamire azt gondolom, hogy az ország jelenlegi helyzetében az egyetlen kitörési pont. Tehát, hogyha sikerülne középtávon olyan kormányzati intézkedéseket hozni, ami az általános népegészségügyi helyzetet javítja, akkor ez segítene az ellátórendszeren is. Kisebb terhelése lenne az ellátórendszer különböző szintjeinek, és nyilvánvalóan ezzel ez a válságos helyzet, finanszírozási és humán erőforrás válsághelyzet is megoldódna. Tehát a népegészségügy kiemelt fontosságú kellene, hogy legyen. Ez bizonyos fokig látszik, hogy a kormányzati elképzelések között is szerepel, hiszen nagyon sok fogalmi pontosítást hoznak a különböző törvényhelyeken. Mi azt gondoljuk, hogy nagyon fontos lenne ennek az egész népegészségügynek a kontextusát kiterjeszteni.
hiszen nem lehet csak az ellátórendszer bűvkörében megmaradni, és az emberek szorosan vett egészségügyi állapotával foglalkozni, hiszen az egészségünk attól is függ, hogy milyen körülmények között dolgozunk, dolgozhatunk egyáltalán, van-e munkahelyünk, milyenek a közösségeink, milyenek a kulturális lehetőségeink, milyenek a mozgási és sportolási lehetőségeink, és ezt hosszasan lehetne sorolni. Tehát az az én üzenetem, hogy ez a népegészségügy, ez egy egész kormányzati politikát átható horizontális kérdés kellene, hogy legyen. Ehhez képest itt mindenféle pontosítások és fogalmi magyarázatok vannak ebben a csomagban, amelyek nem mindenhol teljesen érthetőek, és nem mindenhol teljesen egyértelműek. Néhol zavart érzünk, régi és új nézetek keverednek ezekben a definíciókban, és az pláne nem egyértelmű, hogy kinek milyen kötelezettséget és jogot állapít meg a döntéshozó. Én azt gondolom, hogy nagyon sokat kellene erről beszélni, mi egy csomó jó szándékú módosító indítványt benyújtottunk ehhez a részhez, és remélem, hogy úgy jövünk ki majd a vitából, és a törvény elfogadása végén egy sokkal erősebb fogalomrendszerünk lesz a népegészséggel kapcsolatban. Az egy dolog, hogy lesz egy fogalomrendszerünk, reméljük, hogy ez jó lesz. A másik, hogy tényleg valódi lépéseket tegyünk a népegészségügy területén. Nem tudjuk, hogy milyen lesz ez a népegészségügyi intézet, és milyen funkciói lesznek, és milyen hatásköröket fognak oda delegálni. Végképp nem tudjuk, hogy milyen költségvetéssel fog működni, de mekkora büdzsét raknak alá, nyilván ettől nagyon sok múlik. Az eddigi tapasztalatok azok, hogy szinte minden kormánynak volt népegészségügyi akcióprogramja, ami valamiféle országgyűlési határozat szintű joganyag volt. De az a tapasztalat, hogy semmelyik kormány nem vette igazán komolyan a saját programját, nem tett alá forrásokat, nem alakította ki a rendes intézményrendszerét, és ahogy az elénk hozott, már a bizottság elé hozott beszámolókból is látszik, elaprózott, pici programok voltak, sok tárcánál sokféle kis erőfeszítés történt, ezek nem konvergáltak, és nem hozott semmiféle érdemi javulást ez a dolog. Elköltöttünk néhány milliárd forintot, sokkal többet el kellene, de nyilvánvalóan valamiféle prioritások mentén, és egy sokkal koncentráltabb erőfeszítésre lenne szükség, és amit mondtam, horizontálisan kellene kezelni ezt a politikát, és a kormányzat egész tevékenységét át kellene, hogy hassa a népegészségügyi erőfeszítés. Nagyon jó lenne, hogyha arról beszélnénk, hogy itt a testi-lelki állapot megerősítéséről van szó. Meg kell tanulnunk a problémáinkkal megküzdeni, fel kell készíteni az embereket a konfliktusokra és a konfliktusok tűrésére, és ki kell alakítani egy támogató közösségi környezetet ahhoz, hogy a népegészségügyi mutatók fejlődjenek. Amint említettem, oktatás mellett munkahely, sportolás és üdülési lehetőségekkel is ki kell ezt szélesíteni. És másik fontos kérdés pedig a szűrések, tehát a megelőző vizsgálatok mindenki számára ténylegesen hozzáférhetőek legyenek, de a valóban bizonyított hatású szűrővizsgálatokra kell koncentrálni, és mindenképpen delegálni kell az alapellátás szintjére a lehető legtöbb szűrővizsgálatot, hogy a népegészségügyi mutatókat hamar tudjuk javítani. Ehhez képest sajnos az a helyzet, hogy nem hogy képtelenek a házi orvosok szűrővizsgálatokat végezni, de nagyon sok helyen nincs is érdemben állandó házi orvosi ellátás, a praxisok jelentős része betöltetlen, forgalomképtelen, és nem rendelkeznek megfelelő humán erőforrásokkal és diagnosztikai eszközökkel. Sok apró eleme van ennek a saláta csomagnak, ami támogatható. Nyilvánvalóan a egészségügyi tevékenység gyakorlása során használt kívánt név, egy okos szabályozás, fontos szabályozás. A pihenőidő munkajogi minősítését itt többen említették, már mi is maximálisan mellé állunk és nagyon fontosnak tartjuk. Az érdekképviseletek is úgy gondolom, hogy ezt üdvözlik, és ez nagyon fontos. A
kamarai jogviszony első létesítésének illetékmentességével kapcsolatban sincs semmi probléma, ez teljesen rendben van. A táppénzt érintő törvényjavaslat megítélése már nem ilyen egyértelmű. Rengeteg belső vitát folytattunk ezzel kapcsolatban. Értjük a hideg és kemény racionalitást, ami emögött van, emögött a két intézkedés mögött. Egyrészt a passzív táppénz eltörlése, másrészt pedig a várólistákba való beavatkozás kapcsán. Értjük mi, hogy miről megy ki, de valahogy érzelmileg nem tudunk ehhez teljesen azonosulni. Tehát én azt gondolom, hogy szakmai kérdés kéne, hogy legyen, hogy ki kapja meg először, vagy ki milyen sorrendben kapja meg a diagnosztikai, vagy éppen terápiás ellátást. És persze értem én, hogy minél hamarabb sorra kéne kerüljön, aki aktív dolgozó, és éppen táppénzre kényszerül valamilyen betegsége miatt. De ugyanakkor hátrébb sorolunk olyan betegeket, akik vagy munkanélkül vannak, vagy már nyugdíjasok, tehát mintha lenne benne egy olyan értékítélet, hogy számunkra ezek a betegek nem olyan fontosak. Én azt gondolom, hogy ez szakmai kérdés kell, hogy maradjon. Tehát itt úgyis valamilyen háttérben lévő kormányrendelet rendelkezik arról, hogy a várólistákon hogyan lehet mozgatni fel a betegeket. Én azt gondolom, hogy ez nem igényel törvényi szabályozást, és nem feltétlenül kell ebből a csomagban ezt így megtartani. A passzív táppénz eltörlésével kapcsolatban igazából az a nagy problémánk, hogy nagyon sok apró megszorítás éri most a munkavállalókat, és emlékeztetném a tisztelt házat arra, hogy egy népszavazási kezdeményezésünk is van ezzel kapcsolatban, és hogyha ezeket mind összeadjuk, akkor nagyon rossz helyzetben vannak azok, akik éppen elvesztik a munkájukat, vagy éppen munkát keresnek, és ezért ez a 30 napos ellátás is, már úgy értem, táppénz ellátás is borzasztóan fontos lehet számukra. Hogyha minden ilyen munkavállalót érintő megszorítást egymás mellé rakunk, akkor egy elég szomorú kép alakul ki a kormány teljesítményéről, úgyhogy ezt, ha nem támogatjuk, akkor azért nem tesszük, mert ebből a kontextusba illik bele. Na most, tisztelt ház, amiről sokat kellene beszélni, az nyilvánvalóan a gyógyszerügy. És itt a sok apró rendelkezés között ez igazán nagy formátum és komoly milliárdokat érintő megszorítás. Először is szögezzük, hogy egyáltalán nem igaz, hogy magas lenne a gyógyszerköltés. Nemzetközi hasonlításban ez nincs így. Az OECD átlag alatt vagyunk jóval gyógyszerköltésben. Inkább az igaz, hogy ezek között, az országok között nagyon alacsony az egyfőre jutó GDP és az egészségügyi közkiadás. Tehát ehhez képest lehetséges, hogy magasnak tűnik a gyógyszerkiadás, de nem a gyógyszerköltés nagy, hanem az egészségügyi közkiadás kicsi. A másik fontos, amit mérlegelni kell, hogy a gyógyszerkiadások emelkedése természetes folyamat, ez minden modern országban így van. Vannak komoly tényezők, amik efelé mutatnak, nevezetesen javul a diagnosztika, egyre több emberről korán kiderül, hogy milyen baja van, és egyre hamarabb lehet terápiát megkezdeni, és hát akárhogy is egyre jobbak szerencsére a készítmények, egyre tovább tudják szedni ezt a betegek, hiszen a betegségüket jobban tudjuk kezelni, és javulnak az életkilátások. Ezért aztán a gyógyszerkiadás természetes módon nő. Nyilván azt is érdemes mérlegelni, hogy egy jó gyógyszeres terápia kiválthat költséges műtéteket, vagy éppen egyéb kórházi vagy szociális kezeléseket. Nyilvánvalóan csökkenthetni a kiadásokat az, hogyha a lejárt szabadalmú originális szereket felváltják a generikus helyettesítők, de ez megfelelő árszabályozás kellene, és itt van igazából nagy mozgástér. Remélem, hogy a további vitában lesz alkalmam elmondani részletesen, de minden esetre egy olyan eszközhöz nyúl most a kormány, ami nem a legjobb eszköz. Ez a különadó. Mi már az őszi vitákban is elmondtuk, hogy a banki különadó, a kommunikációs cégeket érintő különadó nem a lehető legjobb eszköz. Tudnilik, nem egy jó kormányzati szemlélet az, és eddig egyik kormány se tudott okosabbat kitalálni, tegyük hozzá, hogy hagyom őket, hogy dolgozzanak úgy, ahogy
ha szabad így mondani, nem szégyelnek, és extra profitot tesznek szert, és ebből majd valamit visszaszedünk a büdzsé számára külön adóban. Nem. Ehelyett az kellene, hogy alaposan szabályozzuk a piaci környezetet, tehát az államnak itt a szabályozó szerepét szeretném kiemelni. Ne tehessenek mindent meg a fogyasztókkal és a piacon. Ne képződjön ilyen extra profitjuk, hanem rendesen rendes gazdasági körülményeket teremtsük számukra, tehát nem külön adót kell utólag visszaszedni, hanem rendes gazdasági körülményeket. A gyógyszeripar 2003 óta rendszeres visszafizető, és ez a visszafizetés 8 év alatt meg háromszorozódott, vagy 3,5-szereződött, és egyik kormánynak sem volt jobb ötlete a kassza bevételeinek biztosítására. És ez, én azt gondolom, mindenképpen baj. Egyetértünk a gyógyszerpromóció szigorúbb szabályozásával, de ezzel a külön adóval nem feltétlenül. Abba gondoljanak bele, hogy a külön adó leginkább azokat támogatja, akik nagyértékű készítményekkel jelennek meg, mégpedig 100%-ban támogatott nagyértékű készítményekkel, és így nem megfelelő a közös teherviselés. A generikusra váltás borzasztóan fontos lenne a gyógyszerkassa megmentésében, ha szabad így fogalmazni. Jelenleg nagyon magas a generikus gyógyszerek átlag.